Az első, hol éred utol az avatárt? Egyértelműen offline és online üzemmódban. Ezt ma fogadd el, tuti. Az online-nál van blog, YouTube, affiliate partnerek, keresi optimizálás, saját weboldal, hírlevél, vannak online quiz tesztek, Facebook, letölthető PDF és a többi. Az offline, amit nem nagyon szoktunk, hölgyek, urak, használni, egy DM képes lapnak, amit kiküldesz a címlistádra, sokkal nagyobb hatása van, mint egy kiküldött e-mailnek, ezt higgyetek el nekem. Ma, amikor annyi e-mailt kapunk, már herótunk van tőle, megy minden a szemétpostoládába, de ha kapok itt egy képes lapot, vagy valami fizikai érintést, az annyira ritka ma már, hogy ki fog tűnni a sok számlalevél mellett, amit kapsz. Tehát ki tudsz tűnni, át tudod törni a reklámzaj elleni védőfalát a célközönségenek. De mihez van, mire van szükséged neked ahhoz, hogy tudjál küldeni egy DM képes lapot? Ki tudja megmondani nekem? Címre! Tehát visszatérünk a listaépítésre. Mert ugye elkérni egy e-mail címet és egy keresztnevet, az relatíven most már kötelező az online marketingbe. Mit szükséges neked okos marketingesként kitalálni, hogy megadja a postai címét? Ezt most nem árulom el. Jó? De valamit adnod szükséges érte. Na jó, segítek. Egy extra tanulmányt, egy extra valamit, amiért örömmel megadja. Egy ajándékkönyvet, tudod? Egy ajándék letölthető valami kis csomagot. Bármit, amit van, akkor örömmel megadja. Nem fogja mindenki feliratkozott, de akinek megvan, több csatornán tudsz vele számára kommunikálni. Ugye a második, és itt lesz a lényeg, mit adsz azért, hogy megadja az adatait? Ez lesz egy nagyon fontos dolog. Mit adsz azért? Ugye ez a csali pszichológiája. A csalinak hívjuk azt, amiért felét fordul, és megadja az adatát. Ha te tanácsadó vagy, mondjuk pénzügyi tanácsadó, mondjuk Ivett is, ugye vannak jó páran könyvelők, mit tud adni egy pénzügyi tanácsadó? Mondjuk egy félórás ingyenes konzultációt, egy auditot, egy beszélgetést. Valamiért, amiért megkapja az adatát, fel tudja hívni, és elindulhat a kapcsolat. Elindulhat a bizalomépítés. Értitek? Mutatok egy pár sikermintát. Ilyen az ingyenes videótréning. Ugye mondtam, hogy a videónak egyre nagyobb jelentősége van. Én magam igyekszem 2-3 perc alá tenni őket, mert már nem nézik meg. Ezt is mérjük, hogy mikor nyitják meg, mikor szállnak ki. Már két perc is sok. Oké, videónál. Aztán ingyenes csali könyv. Egy ingyenes letölthető PDF, de van olyan, amikor egy fizetős könyvet küldesz ki postán. Dan Kennedy-től olvastam nem olyan régen egy zseniális mondást. Tudjátok, melyik a gazdag vállalkozó? Amelyik a legtöbbet tudja fordítani új vevő szerzésre. Az előbb azt mondtam nektek, hogy az a legnagyobb olyan magyar vállalkozókkal, hogy cashflow hiányosak, így van? Tehát azonnal kell árbevétel. Előbb adok, és aztán kapok. Előbb investálok, vetek, és utána aratok. Tehát ez megint a türelem, az, hogy hosszú távon vagyok a bizniszben. Nem most akarom spáhi módra learatni mindent, amit csak lehet, és utána felégetem magam mögött a földet. Tehát ez nagyon fontos, hogy bizony, igen, költségbe kerül. Mondhatod, de attól te hülye vagy, te kiküldeni DM levelet, hát az pénzbe kerül. Legyártani grafikus postaköltség. Hát én értem, de ha te 12 vagy, 12 ezer vagy, aki ugyanannak a célközönségnek egyszer a tyúk szemére ad javaslatot, másodszor a hajhullására, meg nem tudom mire, nem fogsz kitűnni a tömegből. Mert mindenki az ingyenes online marketinget használja, relatíve ingyenes online marketinget használja, mert annak is van a kiküldésnek költsége, meg az összes többi. De az ingyenes, szeretjük, csak nem értékeljük. Ezt tudjátok, ezt a mondást? Ingyé, nagyon szeretjük, csak nem értékeljük. Tehát igenis, szükséges zsebbe nyúlnod, de csak akkor tudod megtenni, ha stratégiában gondolkozol a bizniszedbe, hogy vevőt akarok szerezni, és nem az első vásárlásán akarok nagyot szakítani, vagy nagy sok, hanem tartós ügyfeleték. De a tartós ügyfelhez kell ügyfelszolgálat, kell legendás élményelemek. És ez mind-mind költség-költség, de azért, mert az élettartam szempontjából, vagy az általa hozott beajánlások kapcsán, az meg fog térülni valahol. Oké? Tehát tessék így gondolkozni vállalkozói fejjel. Konzultációk, tanácsadás, amit előbb mondtam a pénzügyesekre, de bármilyen ipari szaktanácsadás, minőségbiztosítás, bárhol a konzultációnál az ingyenes belépő, egy audit, egy checklist, az mind-mind-mind egy ingyenes sikerminta. Állapotfelmérés, szintén ugyanez. Ingyenes próbaidőszak, főként a szoftvereseknél, ugye? 7 nap, 8 nap, 30 nap, függően a szoftvereknél vannak ilyen ingyenes tesztidőszakok, próbaidőszakok.
ajándék, imádunk kapni. De ez is költség, ez is pénz, tehát szükséges előre investálnod, meg tud tenni. Aztán kupon, könyvbe, kiskerboltba, kupon, képeslap, erről sokat beszéltem már, DM levél. Igen, bármi, amit postán küldesz, hidd el, óriási hatása van. Hasznos anyag nyomtatott verzióban, ha te írtál cikket, vagy találtál a te témádban valami szakértői cikket, véleményt, tanulmányt, printelt ki, csomagolt be, küldd el, jobban meg fogják nézni, mert unikum a postán kapott dolog. Attól leszel zseniális marketinges vállalkozó, hogy elmész egy ilyen rendezvényre, hogy bárhol a vállalkozók jönnek össze, elárulom a millió dolláros kérdésemet, jó? Kíváncsiak vagytok rá? Toll a kézbe, megvan? Azt szoktam kérdezni, mi a te legjobb érdeklődő szerző stratégiád? Na most, Amerikában ez nem gond, mert mindenki mond neked ötöt. Ez a könyv, egy DM levél, egy blog és a többi. Magyarországon kétfajta választ kapsz, az egyik az a hö? Tudod, hogy baj van vele, tehát fuss. Ne akarj edukálni, az bíz másokra. Vagy azt mondja, hogy figyelj ide, csináltam egy új könyvet, mondja kicsiú, csináltam egy ilyen tanulmánysorozatot, automatán, wow, és hogy csináltad, és mi volt, és mi a tapasztalat, és milyen volt a konverziód? Na ez az, amit meg akarunk nektek a mi világunkba tanítani. Hogy milyen kérdéseket tegyél fel, hogyan továbbítsd, hogyan mélyítsd a további információkat, aztán hogyan építsd be.